mit beszélünk hungarikumokról, annyi sok szép minden van ebben az országban. Például mi lehetne csodálatosabb, mint egy gyönyörű, finom halasi csipke? Igen, ez is egy hungarikum. És hogy hol találkozhatnak vele, hol nézhetik meg a legszebb darabjait? Kiváló alkalom erre a 15. Nemzetközi Csipkefesztivál és a dél-koreai sejemhímzés kiállítás így egyben. Hogy mire is invitáljuk Önöket? Hallgassák meg! A Halasi Csipke Közalapítvány hagyományaihoz híven az idén is megrendezi a Nemzetközi Csipke Ünnepet, Csipkés Találkozót április 25-e és május 11-e között. A kiállítás hazai és nemzetközi csipke anyaga mellett ebben az évben a Hajnalpír országa, a Koreai Köztársaság a díszvendégünk. A rendezvény társszervezője a Magyar-Korea Társaság, akiknek köszönhetően különleges élményben lesz része annak, aki megtekinti Park Phil-soon asszony sejemhímző művésznő alkotásainak kiállítását, amelyen a hagyományos, kézzel hímzett ruhák mellett csodálatos fali képeket és koreai használati tárgyakat is megcsodálhatnak a látogatók. Illetve a szombati bemutató alkalmával a művésznő műhely titkaiba is betekinthetünk. A hagyományos koreai hímzés a Kyungsu-ból, a királyi palota művészetéből áradt szét, és hatott a koreaiak mindennapi életére, a Minzu-ra, azaz a népművészet hímzéseire. A hímzésnek évszázadokon át fontos szerepe volt a koreaiak szobakultúrájában, ez a kyubang. Míg a tászú, a hímzés koreai gyűjtőfogalma arra ad lehetőséget, hogy mindennapi életünk minden szegletében megjelenítsük a természet szépségét, továbbá, hogy az asszonyok kifejezzék fohászukat és áldásukat családjukért. Szép élményt nyújt a 15. Nemzetközi Csipkefesztivál és koreai sejemhímzés kiállítás a Kiskunhalasi Csipkeházban 2014. április 25-e és május 11-e között. Mindenkit szeretettel várnak Kiskunhalason! A színpadon ismételten Berentei Péter és a hihetetlen csillag Gyurkovics Zsuzsa. Me.
Nem jöhet sem el.